Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta. Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kőkövön nem marad. Mindent lerombolnak. Erre megkérdezték tőle. Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg? Ő így válaszolt. Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket. Sokan jönnek az én nevemben, és mondják, én vagyok. És elérkezett az idő. Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég. Aztán így folytatta. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is. Éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Vissétek hát szívetekbe, ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékes szólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni, vagy ellent mondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, és némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket, de egyetlen hajszál sem vészel a fejetekről. Álhatatossággal őrzitek meg lelketeket. Ezek az evangélium igény. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Mai evangélium különösen is határozott szavakat használ, végidő, pusztulás, rombolás, gyűlölet, éhínség, dögvész, csak hogy néhányat emelje ki. De ami a legfontosabb, hogy Jézus van a középpontban. Azt mondja, hogy mindez ő miatta történik. Jézus miatt. Azt mondja, az én nevemben, az én nevemért, miattam. És újra mondja, az én nevemért. Jézus tehát nagyon határozottan odaáll a középpontba. Jézus szíve minden szív királya és középpontja. Ő a világ ura. Persze mindezt olyan könnyű így kimondani, hogy Jézus a világ ura. Ezért most itt bennünket nem ér különösebb üldöztetés. Úgy látjuk, hogy azért jelenlegi korszakban, itt Magyarországon szépen élhetik a karasztények az életüket. És Istennek legyen hála. Tehát nem arról van szó, hogy mi kívánjuk azt, hogy üldöztetés történjen. De lényeges része a hitünknek, hogy amikor
Jézushoz tartozunk, akkor számíthatunk az üldözésre is. Miért? Azért, mert Jézus kihívta egy végső harcra a gonosz lelkeket. Gonosz lelkeket, akik láthatatlanak. De olykor nagyon láthatóvá tudnak válni az emberek által. Hiszen mi emberek vagyunk azok, akik sokszor kaput nyitunk a rossz előtt. Lehet, hogy akarva, lehet, hogy akaratlanul. Lehet, hogy tudva, lehet, hogy tudatlanul. Kaput nyitunk. És Jézus neve bezárja a gonosz lélek előtt a kaput. Kimmarad a külső sötétségben, ahol számára nincs menekvés. Tulajdonképpen önmagát zárta ki az üdvösségből. De azok is kizárhatják magukat, akik a sátán oldalán maradnak, akik magát alkodnak a bűnben. Ugye, valószínűleg mondhatjuk joggal, bizalommal, bizonyossággal, hogy nem mi vagyunk azok, akik magát alkodunk a bűnben, hiszen nekünk ott van az a meggyőződésünk, hogy jövünk, imádkozunk, igyekszünk normális életet élni emberileg. De hogyha azt mondanám, hogy melyikünk tud magasabbra ugrani a naphoz, mindenki azt mondaná, hogy hát ha éppen Szergej Bubka az egyik ilyen magasugró világbajnok, magasabbra is ugrik nálam egy pár méterrel, de ő is visszaesik. A naphoz képest mindenki ugyanolyan magasra tud ugrani a föld szintjére. Tehát nem mondhatjuk pusztán azt, hogy jó, Jézus figyelmeztetése az másoknak szól. A nagy bűnösöknek, azoknak, akik magát alkodnak, akik másokat üldöznek, mint például az ókorban volt Néró, a császár, aki mágián elégette a köröztényeket, és lakomákat rendezett, és a köröztények, ahogy elégtek a mágiának, az a láng volt a világosság a lakomán. Ez megtörtént. De hogy nem menjünk ilyen messzire, Magyarországon néhány évtizeddel ezelőtt még súlyosan büntették azt, hogyha valaki a hitét gyakorolta. Azonban, hogyha valaki mélyen belemegy Jézus nevének magismerésébe, és ennek a névnek ebben a névben rejlő erő gyakorlati alkalmazásába, akkor már más lesz a helyzet. Egy látszólag békés politikai helyzetben is. Miért? Azért, mert a sátán el tudja altatni a lelki ismeretünket. Lehet, hogy a kapitalizmus sokkal nagyobb kísértés, mint a kommunizmus. Mert a kapitalizmusban ott van ez a fogyasztói lelkület, hogy mindenből van ezerféle. Ezerféle ízű fogkrém, ezerféle illatú parfüm. És ebben a nagy választékban Jézus is, a hit is, egy a sok között. Azonban, ha valaki azt mondja, hogy egyetlen a sok fölött, akkor már megmozdulnak a sátáni erők, hogy mi az? Egy picit nézzük meg, hogy mit jelent Jézus neve. Jézus neve nem csak azt jelenti, hogy egy konkrét személy, hanem mindaz, amit ő képvisel, az igazság. A hűség, a tiszta szerelem, az alázat,
a megtérés Istenhez. És innentől kezdve, aki ezekben a dolgokban kitart, már találkozni fog az üldöztetéssel. Hiszen egyébként miért indítana a sátán gyűlölet hadjáratot, hogyha nem látja azt, hogy az ő birodalmát valaki veszélyezteti? Hát akkor még felhívná a figyelmet arra, hogy ő ott munkálkodik. A sátán szeret rejtettségben dolgozni. Nem akarja, hogy leleplezzék a munkáját. De mindenki, aki Jézus nevének erejét képviseli, az felhívja önmagára a figyelmet. És valamilyen módon kihívja a gonosz lélek gyűlöletét, persze ő ok nélkül is támad. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők. Hát ez különösen is szörnyű gondolat. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Örömhír, evangélium, és mégis ennyire radikális dolgokról van szó. Hallottunk-e már Szent Borbáláról? Valaki mondta, Szent Borbála, bányászok védőszentje. Vagy nem? Szent Borbála. Szent Borbálát a saját apja fejezte le a hite miatt, Jézus miatt. Elég kemény szituáció. De megtörténhet ugyanez más formában, hogy a szülők kiszolgáltatják a gyermekeiket, nem biztos, hogy olyan nyíltan. Papi találkozókon az elmúlt hetekben több helyen voltam, és többször előkerült az a téma, hogy 40 évvel ezelőtt, 60-as, vagy 50 évvel ezelőtt, 60-as években, kommunizmus idején a Pécsi Egyházmegyének 430 papja volt. 430. Most 70 körül van. Ez azt jelenti, hogy a hatodára csökkent. 40-50 év alatt. Hatodára csökkent. És tapasztalom azt sokszor katolikus családokban is, hogyha látják a szülők a gyerekon azt, hogy picit komolyabban elindulna a hit útján, akkor úgy valahogy visszafogják. Nem minisztráljon azért olyan túl sokat. Még táborokba is akar menni, még nehogy pap legyen belőle. Mi lesz? Nem lesz nekem unokám. Tehát, hogyha valaki komolyan el akarja kötelezni magát Jézus mellett, akkor a közösségen belül is sátán titokzatos módon, de oda-oda szúr neki. Mit szentösködsz? Mit akarsz te annyira? Maradj inkább itthon. És ezt lehet, hogy valaki megkapja a saját házastársától is. Maradj inkább itthon. Minek mész oda? Miért? Te megbalondultál? És emögött mi van? Birtoklásvágy. Hogy ez az ember az enyém, ez az én gyerekem, ez az én férjem, én feleségem. Engem szeressen jobban, mi az Istent. És ez volt a döbbenetes, amikor Néró, a császár azt kívánta, hogy mindenki őt imádja. És jöttek a karasztények, akik nem lázadtak, nem akarták megdönteni Nérónak az uralmát, csak éppen nem Nérót szerették a legjobban, hanem a názáreti Jézus Krisztust. És innentől kezdve már nem voltak hajlandók a bálványimádásra. Hát nem engem kellene, hogy mindennél jobban szeressen? Hoppá! Meglepődné, hogyha a gyerekod, unokád nem téged szeretne a legjobban. És itt már bejön a képbe a generációk közötti ütközés is. Hiszen Jézus neve, mondtam, nem csak egy szemét jelent konkrétan, hanem mindazt, amit ő képvisel. Hűség, tisztaság, szerelem, tiszta szerelem, alázat. Egy újnak a fölépítése. Ha egy fiatal valami újat akar építeni, hát, hogy az idősek visszahúzzák. Jó, minden így. És akkor nem történik semmi. És ez baj. Jézus maga akar újítani minket. Táncra perdíteni. Komolyan? Ez nem vicc.
Amen. Valljuk meg hitünket.